Kíváncsian érdeklődik ez a barátságos francia buldog a Bottyánhegyi lakótelepen. Szekszárdváros lakótelepein számos állattartó él. Azonban állandó probléma, hogy vannak olyan kutyatulajdonosok, akik sétáltatás közben nem takarítanak el az állat után, ha az elvégezte dolgát. Ezzel azonban többek között szabálysértést követnek el, mondja a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Abban az esetben, hogyha valaki ezt nem végzi el, akkor köztisztasági szabálysértést követel, hiszen a kutya gazdája, illetve az állat gazdája felelős az állat tetteiért. Abban az esetben, hogyha ezt valaki észleli, akkor azonnal tegyen bejelentést a rendőrségen, hiszen a rendőrök csak abban az esetben tudnak intézkedni, hogyha tudomásuk van valamiféle szabályszegés vagy szabálysértés elkövetéséről. A kiérkező rendőrök az állattartónak 5-től 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhatnak ki, de ez az összeg emelkedhet is. Azonban, hogyha kollégáimnak muszáj vele szemben szabálysértési eljárást kezdeményezni, akkor a szabálysértési hatóság 5-től 150 ezer forintig bírságolhatja a kutya tulajdonosát. Mind a mellett, hogy ezzel szabályt szegnek az app tulajdonosok, a kutyák iránti közömbös vagy kifejezetten állatbarát embereket is kutya ellenessé tehetnek azok, akik ezt az egyszerű együttélési szabályt nem tartják tiszteletben.